Elektrolízis. Cink-jodid oldat elektrolízise grafit elektróda segítségével. Ebbe az üvegcsőbe cink-jodid oldatot öntöttünk. Ezután grafit elektródák és tápegység segítségével elektrolizálni fogjuk az oldatot. Elektródákat belehelyezzük az oldatba. Bekapcsoljuk a tápegységet, és 5 percen keresztül elektrolizáljuk az oldatunkat. Közben figyeljük meg a két elektróda közötti különbséget. Már most is jól látható, hogy a pozitív elektródon elszíneződik az oldat, a negatívon pedig cink válik ki. De várjunk még néhány percet. Öt perc után kapcsoljuk ki a tápegységet, és távolítsuk el az elektródokat. A cinkjodid oldatba, arra a részre, ahol az anód elektród volt, vagyis a pozitív elektród, csöppentünk néhány csepp keményítő oldatot. Láthatjuk, hogy a keményítő oldatnak a hatására igen erőteljesen kék lett az oldatunk.